lássuk, hogy milyen nagyon jó illata van. Úgy bekapcsolva, és levegőt fúj meg. Jut oda, hogy vagy gyógyszer okoz allergiát, vagy tök letörlik, én pedig ablakot pucoltam. Le kell majd bontani a fenyőfát. Láttátok, összeírtam egy rögtön bevásárlólistát. Tudtam vele, hogy mivel a jövő hetet le is kell, hogy tudjam fedni. A tegnap holnapja a ma. Ennyi az össz-vissza, amit vasalni fogok. Egy újdonság most, nektek újdonság. Ketté választottam. Másodika van, nekiállok ebédet készíteni, ezt csak azért mutatom nektek, mert ez karácsonyra készült volna, ez az étel. Ez egy csirkemelles, mustáros, sonkás étel lesz, amihez kell tojás is, tej is, csodássajt is, és a csirkemell az... Itt van a sütőben, most olvasztottam ki 50 fokon, illetve valószínű, hogy két napra fog készülni, mert szerintem sok lesz, ugyanis magamnak külön ételt fogok készíteni darált hússal, és hát megkóstolom attól függetlenül, mert ezt karácsonykor ettük volna, kíváncsi vagyok, hogy milyen, de hát látjátok, így jött össze. Most pedig jöhet az én ebédem készítése, ami hagymára dobott darált húsi lesz, teszek bele répát, megtöltöm vele a paprikát, ja, és még plusz tojást és rizst, és ezt fogom majd ebédelni. Mondtam nektek, hogy én teljesen másokat eszek, mint amit a család eszik, majd erről lehet, hogy teszek be képeket, de nagyjából 3 hete kiiktattam a krumplit, rizst, tésztát, és a pékárút is az étkezésemből. Nem azt mondom, hogy nem szoktam enni olykor ritkán kenyeret, de ezt már mutattam is nektek, hogy ezt a proteines kenyeret eszem, ha nagyon olyanom van, hogy reggel egy pirítóst akarok bedobni, vagy valami, de jellemzően nem fogyasztok rizst, tésztát, krumplit, és kenyeret sem, illetve tejterméket sem igazán, tehát italos tejet nem, tejfölt persze igen, sajtot persze igen, az is tejtermék, joghurtot is igen, de önmagában tejet nem iszok, mert azt már nagyon régóta csak zabtejet iszok. Na mindegy, szóval álljunk neki ennek is. Say you don't wanna be with me, but you miss me soon as it's over. You name that enough to scream, but you never call when you're sober. You say you don't
kivettem a sütőből, lássuk, hogy milyen nagyon jó illata van. Ú, ez a tárkony, ez valami isteni. Viszont a hűtőből is ki kellett vennem még egy paprikát, mert ez a 250 g husi, ez olyan rengeteg lett ezzel a rizssel, hogy meg kellett töltenem még egyet. Se baj, nem terveztem, de mindegy. Na nézzük. Hú, meleg lesz. Aj. Aha. Oké, állítólag most kéne visszatenni, még negyed órát sülni. Hát nem tudom, meg kéne vizsgálnom a húsit, hogy milyen. Jónak tűnik, szóval visszamegy a sütőbe, és akkor ők is mennek be. Őket nem tudom, meddig fogom sütni majd, attól függ, hogy mennyire puhul a paprika. Na szóval, akkor ez így südögél tovább, és majd mutatom nektek a végeredményt. Már megint hülyeskedik. Már sincs kapcsolva, szerintetek? Mondjuk ezt már újkora óta csinálja, én nem tudom. Marha érdekes. Nincs bekapcsolva, és levegőt fúj, meg vizet enged le, meg nem tudom én miket csinál. Gyuri, mit csinálsz? Ennyire meg vagy tébolyolva. Érdekes. Közben elkészült. Ez a finomság. Nagyon jól néz ki. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak rámondani a többiek is. Mondjuk én is megkóstolom. A rizsi és az én paprikáim is hamarosan. Nem láttok semmit. Ha kinyitom, akkor meg pláne. Szerintem hamarosan jók lesznek, ahogy nézem. Szerintem. Halljátok, szegény apa, emlékeztek, amikor mondtam, hogy etettem vele? Fú, nem is tudom, mi volt az. Ja, ezért, tudom, falafelt. És jöttek rajta csalánkiütések, és mondtuk, hogy hát valami nem stimmt a kajával. Na, hát most fölülsz egy picit, bogárkám. Oda nézzetek. Apa megebédelte azt a csirkés kaját, és tele lett. Tele lett ilyen vizenyős. Na bocsánat, utogatom a pucérhátát. Ott is van, azt mondja, hogy tele lett apa csalánkiütéssel, az egész háta, mindene. Egyszerűen nem értjük. Az apa azt mondja, hogy szerinte a magos mustár okozhat ilyen allergiás reakciót. Én mondtam neki, hogy hát nem is tudom, szörnyen nézel ki. Hogy valószínű, hogy ugye reggel kellett neki bevenni egy ibuprofenes tablettát, mert fájt a feje. Cefet, ahogy kinéz. Egészségedre, Masza. Köszönöm. Itt a válla, oda nézzetek. Hogy így 40 évesen az ember eljut oda, hogy vagy gyógyszer okoz allergiát, vagy étel. Igen, ott is van, mindenhol van. Hát ez szörnyű. Na, ma már harmadika van. Képzeljétek el, hogy pizzát fogunk enni. Ugyanis... Nekünk volt múlt hétről itthon pizzánk, és nem volt lefagyasztva, mivel nem fér be a fagyasztóba. Ugye apával mi múlt héten gyakran ettük a pizzát, aki nézte a szilveszteri vlogot, az tudta, hogy miért ettünk pizzát, gyerekek nem voltak itthon, és a hűtőbe volt betéve, de nincsenek semmi baja, annyi, hogy hűtőbe volt, ugye ma már hétfő van. Mert el is felejkeztünk róla, ugye az volt, hogy majd valamelyik nap vacsira megesszük, de leginkább nem is vacsoráztunk a napokba. A szilvesztert leszámítva, és tegnap, ahogy csináltam ezt a csirkés kaját, amit láttatok, ott van egy-kettő étel hordóval is, mert a fele jénai megmaradt. Apa azt mondta, hogy ő már egyáltalán nem hajlandó belőle lenni, a tegnapi csalánkiütés miatt nem mer enni belőle, nem a muster volt, megint a ludas. Nekem meg ugye itt van két nagy paprikám, tegnap hármat töltöttem, abból itt van kettő, ugye az egyik ebédem ma ez, meg még holnapra is marad. Úgyhogy valószínű, ha lesz pizza, a lányok se fognak csirkés kaját enni, hanem pizzát, vagy majd meglátjuk mindet. Szóval most jól kicsesztünk úgy magunkkal, mert ennyi kaját ki tud megenni senki. Thank you.
csak a kajáról szóljon a vlog. Az ünnepek alatt felgyűlt ruhák, két adag fekete, egy adag színes. Egy szárított van lent péntekről, meg egy van a szobába. De ma nem fogok vasalni, hanem ma kipörgetem, holnap meg vasalok sokat, és csütörtökön fát bontok. Apa elindul dolgozni délutánra, mert hogy délután van, csak most nincs rajtam óra. 1:30, és levisszük. Mi pedig ezeket, és neki elünk mosni. Na, hát harmadikai programnak azt találtam ki, hogy a csajszik takarítanak a szobájukba, mert ugye nem volt már mióta, hát még karácsony előtt volt nagyjából itt portörölve, meg ilyenek, és most ők letörlik, én pedig ablakot pucoltam. Van az ablakpucológép, már megpucoltam a tetőablakokat, meg elől az ablakokat. Tudom azt, hogy ugye le kell majd bontani a fenyőfát 6-án, amit mondtam nektek, 3-a van, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy egy porszívózás, egy szwifferelés az elengedhetetlen. Itt el kell még pakolnom az ebéd maradékokat, még a pizzák se fogytak el, hihetetlen, pedig csak 2-t sütöttem. Úgyhogy ez lesz ma, hogy Dorina mindjárt viszi is a porszívót, csak befejezi a szekrényét. Ugye mondtam nektek, hogy a számítógép asztalt nem, de minden mást ők intéznek ott benne, én pedig itt kint fogok tevékenykedni, és copyrightot fogok kapni, mert ordít a zene, úgyhogy megyek is. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We come alive in the nighttime. Something about
hogy minden erőmet össze kell szednem a vasaláshoz. Mindjárt mutatom nektek, ha még nem látjátok, mert nem biztos, hogy a kamera látja ott. Hát, egy hatalmas adag fekete. Jó, nem mindent fogok vasalni. Aztán, ha ez nem lenne elég, akkor van még itt egy adag fehér, és egy adag fekete. És lent a szárítógépben van egy adag színes is még. Na mert hát ugye, szilveszter volt, nem mostunk. Meg karácsony után se vittük túlzásba. Aztán nemhogy már, amikor elsője volt vasárnap, bár az a nap egy rakásszal volt, hogy aznap mossunk. Hát mostunk tegnap, nem, azok még jóval előtte maradtak amúgy itt, de ez a nagy, meg ami lent van a szárítógépbe, színes, az tegnap, amit láttok, az az volt. Úgyhogy álljunk neki vasalni. Igen. Jön egy Dorina. Mit szeretném azzal? Semmit, én megyek. Semmit. Anya vasalni fog, aztán megyek főzni, bár az ilyen kb. Ennyi lesz. Paprikás krumpli, nagy eresztés. Nekem még mindig van a paprikából, még mindig van egy darab, úgyhogy én pedig azt fogom nekem ébredni. No, hát már láttatok rengeteget vasalni, úgyhogy most ezt nem mutattam meg nektek, de látjátok, hogy el is pakoltam. Tudom, ki van vasalva, össze van hajtogatva. Még úgymond el kell pakolni, de az előző pakolást erre értettem. Úgyhogy készen vagyok, már csak egy adag színes van lent, az majd holnap. Megtörtént a délutáni kávészünetem. És most összekapjuk magunkat. Ja, mert hogy nem egyedül vagyok itt. Dorinám is itt van. Itt csillezik mellettem. Megbeszéltük, hogy hűtőt fogunk takarítani. Igaz? Mert hogy ciki vagy, nem ciki, de egy hónapja nem volt már a hűtő. Nem kipakolva, mert azért át szoktam nézni, hogy esetleg jár-e valami le, vagy bármi, de kimosva, kitakarítva nem volt már egy hónapja, és azért azt eléggé gáznak érzem. Meg rá is fér, mert hát kedv van, és ugye pénteken, csütörtökön, melyik nap megyünk boltba? Nem tudom, pénteken. Láttátok volna, hogy rám nézett. Én tudom, hogy miért néz így. Mert azt beszéltük meg. Ne is mondd ki. Nem szereti a Lidl-t, hogy a Lidl-be ugrunk el. Hát ő nem. Rám marad.
Na mindegy, szóval. Hogy rád és Manzira. Én biztos nem megyek el. Utálja a Lidlit. Na mindegy, raktáráruháznak így azt mondja, hogy kuplerájos. Igen. Mindegy. Na, szóval rendbe rakjuk a hűtőt több ok miatt is. Az miatt is, hogy tényleg járt-e le valami benne, vagy se, meg az miatt is, hogy tiszta legyen. Utána még gyorsan elpakolázgatom a ruhákat, amiket vasaltam, mert azóta is ott van kosárban, meg amit összehajtogattam. És még a szárítógépbe is mondtam, hogy van lent ruha. No, azért is le kell menni. De most első a hűtő. Megcsináljuk a hűtőt. Lesz most is kidobós, ugyanis tegnap előtt, igen, vasárnap csináltam azt a csirkés kaját, még örültem is magamnak. Tudtam, hogy meg fog maradni a fele. Meg is maradt. Azzal nem volt baj. Gondoltam vacsorára, hát ha valaki eszik belőle. Valaki. Esetleg. Szerintem visszafekszek így. Hát nem evett belőle. Azt nem. Mondta, hogy... Milyen volt? Röviden többen az... Valami ilyesmi. Nem jött nekik be. Apa ugye azok után nem mert belőle enni, hogy ő esküszik, hogy a mustár volt a ludas, mindegy. Én magamnak paprikát csináltam, ma fogyott el a harmadik, azt levédeltem. Nem baj. És hát szégyen vagy se, hát nyilván nem vagyok konyhadisznó, én nem fogom most csak muszájból holnap megenni a 4 napos kaját, úgyhogy kidobom, nekik se kellett. Ez van. Mellé lőttünk, nem volt olyan nagy szám, no. Én egy darabkát megkóstoltam belőle. Jó, bumbó. Mindjárt megyünk. Nem tudom, olyan furának szűnik a fejem a kamerában. Hát mert más a látószöge, és azért te a szélén vagy. Ha közelebb jössz, akkor... Tessék. Nem. Nem. Na, mindegy. Még a mustár nélkül meg is ettem volna. Hát, mindegy, de kellett bele. Fú, fantasztikus volt hozzá, a legjobb kombó. Nem tudom, szoktunk enni mustáros dolgot, de tényleg nem volt egy nagy atvasz. Na, mindegy. Úgyhogy ezt fogjuk most csinálni, a hűtőt, aztán pedig elrakom gyorsan a ruhákat, de ezt már lehet, hogy mondta, ha kihagy az agyam. És nagyjából ennyi. Délelőtt porszívóztam, Dorina kérdezte, hogy mit segítsen, ugye tegnap takarították a szobát, mondtam, hogy nem kell Dorina, nem kell semmit segíteni, nagyon fel akar mosni. Jó, akkor mossa el föl, de mondtam, hogy az csak azután, miután a hűtőt rendbe raktuk, felőlem felmoshatsz. Tök egyszerű, igaz? A felmosó. Nagyon könnyű dolgod van vele, úgyhogy mondtam, hogy felőlem felmoshatsz, de az csak a hűtőtakarítás után. Aztán pedig vár rám egy bringázás. Most itt a nappaliba tárolom, vissza se vittem tegnap bringázás után a szobába, mert úgy vagyok vele, egy hétközben minden nap használom, szóval el van itt. De hétvégére nem szoktam itt hagyni, mert hétvégén azért gyakrabban van nyitogatva itt a szekrény, hát ott van bent a nasi. Igen. Igen, rasszok. Várat vagy? Nem tudom. Nyimtyúdom. Olyan... Hát igen, bepörgünk. Lusta vagyok. Mert hűtőtakarítás után akarok bringázni, aztán mire végzek, addigra nagyjából már apa is itthon lesz, tegnap is itthon volt 16:30. Jött a Pancsi, Vacsi sorozatot néztünk, és ma is azt fogjuk csinálni. Úgyhogy menjünk, Dodó, aztán gyorsan durrancsuk le. Mancika a szobába van bent, oda át, kreatívkodik. Tudjátok, a live-ba is mondtam, hogy leállítottuk egy picit a nyomtatást, mert egyfolytában, hát most megint stílusváltás van a szobafalon, és most más képek kellenek, úgyhogy egyfolytában nyomtat, vág, ragaszt, nyomtat, vág, ragaszt, mérgelődik, mert hát ez a ragasztó nem túl kompatibilis a fallal. Ja, azért mérgelődik, nem mérgelődik. Még én szoktam mérgelődni, hogyha leesik. Ő is mérgelődik, mert szegényként fölragasztja, azt jelenti, mindig lejön, és amikor a paplant, nem is paplant, mert pokróccal alszatok, és meglibegtetik, akkor így száll a falon, hogy elengedi a ragasztó. Mert az izé vékonyabb. Ja, úgyhogy ő azzal foglalatoskodik ott bent, mi pedig akkor megyünk, aztán nekilátunk a dolgunknak. És holnap utána lebontjuk a fenyőfát, már alig várom egyébként. Már én is alig várom. Ha nem tartanám a hagyományt, már rég leszettem volna, de most már úgy vagyok vele, hogy mindig 24-én díszítjük. Nem és érdekel a hagyomány, mert most így, így vagyok le, jó? Mindig 24-én díszítjük, és mindig vízkereszt napján bontjuk, és ez holnap után van. Nem baj, Dorina, aznap is lesz legalább tennivalónk. Mondjuk miért örülsz ennyire, hogy leszedjük a fát? Mert most már új év van, és már nem akarok úgy nagyon a karácsonyra emlékezni.
karácsonykor ott van, jól van, még szilveszter is, azt mondom, oké. Na most már egy teljesen új év van, ne nézegessük már. De hoppá, hoppá. 6-án van vízkereszt, 6-án kell hivatalosan úgymond bontani a fát. Ennek se tudom a miértjét. De így csinálta nagymamám, és én is így csinálom. Na jó van, menjünk, gyere. Pattanj föl. Hajrá. Maradt még egy kis paprikás krumpli. Ezt majd vacsorára betolod? Mhm. Uh-huh. Jó, hát akkor hajrá, hűtőtakarításra fel! Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride. Wherever, I always try to let my spirit fly. Fly away. That's the only way to get that high, high, always. If you're looking for trouble, you better count on it. I will give you a struggle, give you a struggle. If you're looking for trouble, I am the needle who will push your bubble, yeah. Cause I don't wanna fight, peace is what I learn. I'm not backing down. So if you're looking for trouble, you better count on it. I will give you a struggle, give you a struggle. Én elpakolom itt ezeket a dolgokat, ezt ugye, hogy a papír hulladékba, Dorina azt mondta, zsírt nem akar enni, joghurtot kell csinálnom újat, mert már csak ennyi van, és kell, ezt már kell oltani, úgyhogy még az fog készülni, aztán, hát itt van akkor a kaja, de mindegy, ki kell dobni, sajnálom, nem tehetek róla, kedv van, vasárnap készült, én meg nem vagyok konyhamalac, úgyhogy ott is van belőle, itt is van belőle, senki nem óhajtja. Viszont a paprikás krumpli el fog fogyni vacsira. Azt, ahogy szakad az esőként. Dorina befejezi a felmosást. Valahol ott előjár. Ja, nem ugrálom össze szegénynek. És ennyi. És akkor mehetek is biciklizni. Oké. Ma már szerda van? Mi van? Szerda van. Van, valami van. Esik a havas. Nem tudom, mert már egy kicsit összefolynak a lapok. Nekem ez az új évi leállás, ez egy hétvége volt, úgyhogy úgy érzem, hogy igazából semmi nem történt. Láttátok, összeírtam egy rögtön bevásárló listát, ezzel úgy kiismerül a jövő heti kaja. Hát nem esünk túlzásokba. A héten egy csomó minden kaja csúszott is. Úgyhogy... Szóval, hogyha indulhatunk. Előlem indulhatunk. Akkor kösd be az öres. Ja, akkor odaadom, tessék. Azt elfelejtettem. Igen. Ja, ugye csúsztak a kaják, és elfogyott az üdítőnk, mert pedig most szünet van, és mindenki issza ezerre. Nem csak az üdítő. Már meg a hó esik. Meg a hó. Hát ezt mondtam az autópályán, és rám szakadt a hó. Jó. Írtál egy egész komplet kis listát, és nem csak üdítőért megyünk. Ja, és azért rögtönöztem egy gyors listát, hogy akkor... Menjünk, mert nem rögtön fel a szöges gumit. Nem lesz ebből semmi. Na, realizunk. 2 fok. Elemest a hasznossal, gondoltam én. Na, hát látszik? Nem is látszik. Nem tudom. Tudja, akkor menjünk már, mert ilyen tenyérnyi. Akkor a plekkekbe esik a hóvérbe, ami borzasztó. Megmutatom nektek akkor, miket vettünk a Lidlibe. Hoztunk egy kenyeret, egy krumplis tésztának való tésztát, egy túrós tésztának való tésztát, húsárú vonalon egy csípős sírkeszárnya, csomagvirslit, sajttal és paprikával van töltve, egy tálca csíkozott békant, 2 darab szendvicshez való sajtot, egy zöld fűszeres friss kézét,
A túrós tésztához túrót, meg plusz úgy külön is túrót, és nekem is túrót. 2 doboz gombát, az egyik az egész gomba, a másik pedig szeletelt. Jött még egy babkonzerv haza, egy kukorica, zöld tea, valamint kaliforniai paprika, hegyes paprika, bármint ilyen tévé paprika, egy csomag római saláta, egy hálós citrom, 2 doboz tej, 4 doboz Pringles, egy zacskó vanília pudingpor, ebben 3 darab van, vagy 4, 1, 2, 3, azt hiszem 4. Egy zacskó rágó, és egy ilyen multi pakkos nedves baba törlőkendő, valamint van kint a lépcsőházba 2 karton, ami 6x másfél liter egy karton, tehát 12 üveg, 12x másfél liter Lidli Freeway kóla. Ennyi volt a Lidli. 60 eurót főzöttünk, de a blokkot otthagytuk. Gyorsan elpakolok, azért nem jött haza most gyümölcs, mert amúgy van itthon, mandarin és alma is, meg van még paradicsomom is, meg itt is van még paradicsomka, viszont a saláta ma elfogy. Hát, mint mondtam az autóban, amúgy ugye láttátok, tegnap rendet tettünk a hűtőbe Darinával. Ja, hol van a papírom? Itt a papírom. Egy csomó étel másképp alakult. Ugye hétfőn nem volt sajtkrémleves, tegnap nem volt rántott sertésszelet, ma nem lángos és bolonyai lesz, ugyanis jó múltkor bontottam egy hamburger zsömlét, amit meg kéne csinálnom, úgyhogy ezért hamburger lesz, viszont tegnap a paprikás rumpli elkészült, van grillkolbász, és jövő hétre amúgy ezeket a terveket írtam be a családnak, rumplis tészta, pizza, túros tészta, csilis bab, meg még ki tudja, van a fagyasztóban is hús, még. Én pedig elvileg rakott kell tettem volna, kelkáposzta ki van a lépcsőházba, de most egy 3 napig hasonló volt ez a töltött paprika, így ma gombát fogok enni, és gyrosz húsit, ilyen kis tejszínes öntetet gondoltam rá, aztán a lecsóhoz ugye elhasználtam a paprikát, gomba oda is be van írva, meg ilyenek, és van is itthon egyébként konzerv is, de úgy voltam vele, hogy mivel a jövő hetet le is kell, hogy tudjam fedni, ezért szükség volt még gombára, de van itthon gomba is, kukorica is, meg mindenféle is. Úgyhogy, igen. Ups, de lehet, hogy ezt is kellett volna visszaraknom, mert ide fogok majd pakolni. Úgyhogy ezért jött haza, illetve a fagyasztóba van már itthon egy csípős csirke. Sőt, 2, nem baj, mert most csak ez az egy volt, amit elhoztam. Úgyhogy akkor jó is. Aztán ez mi lehet? Ez darált hús, és tudtam, hogy jaj, mert ezt a rakott kelemhez vettem, igen, hogy ebből fogom készíteni, mert azt is nagyjából egy hétig fogom enni. A zöldségek vannak, és lássuk itt mi van. És itt a gyrosz hús lent, igen, itt az én húsiaim vannak kibontva az acskóba, mert dobozzal nem kell volna be. Na jó, hát ennyi, csak meg akartam mutatni. Mit mondtam tegnap? Hogy a színeseket majd holnap. Hát igen. A tegnap holnapja a ma. Felhoztam őket. Úgyhogy neki lehet állni egy nagy kondérnak megint vasalni. Mire kifekszem így hétvégére a vasalást meg a hajtogatást, addigra jön az ágynemű csere, mert pénteken tervezem lecserélni, ugye holnap fát bontunk, már nagyon-nagyon várom. Tényleg apa is ezt mondta, hogy hát még bedughatnánk még ma este, mert aztán egy évig nem látjuk. Nem igaz, mert évvégén látjuk, de most már tényleg új év van, tehát szabaduljunk meg tőle, de mindegy, betartottam a hagyományt, holnap lesz bontva, most viszont megyek. Hajtogatok, vasalok, aztán pedig irány a bringa. Something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. 'Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too.
akár a telefon. No, talán olyan nagyon sokat nem is kell vasalnom, ahogy elnézem, mert csak pár darab. Ennyi az összvisz, amit vasalni fogok abból a nagy kupacból, a többit meg egész egyszerűen csak elhajtogatom, azok inkább ilyen alsó nemű pizsamák, törölköző van benne. Azokat nem szoktam vasalni minek. Úgyhogy ezen gyorsan túl leszünk, szerintem. Na, hát egy jó hideg reggelre ébredtünk. Mint látjátok, 6-a van, a tetőablakunkon jégvirág van, amit kiposztoltam az Instagramra, meg a Facebookra is, mert egyébként nagyon csodálatosan szép. Majd megmutatom nektek is mindjárt, így videóban, bár remélem, hogy fogjátok látni. És mivel 6-a van, úgy döntöttem, hogy akkor hajrá, nekiállhatunk a fenyőt lebontani. Nem lesz egy nagy eresztés, szerintem több lesz a lakásban, amiket össze kell majd gyűjtögetnem ilyen egyéb dolgok, meg... Hát jó, egyéb dolgok. Maradjunk annyiban ilyen mindenféle kacatok meg díszek, aztán ugye azt le lehet vinni majd a pincébe. Főzni, hát felajánlottam a családnak, hogy többfélét is tudok ma. Most átálltam egy olyan dologra, persze mert szünet van, most könnyen vagyok vagány, hogy nem tartom naponta azt, amiket beírok, mert tök mindegy, hogy mit főzök, az időm korlátlan. Mondjuk ez az iskolanapokon nincs így, tehát ott tényleg, amit aznapra beírok, azt meg kell csinálni, mert ugye vannak hosszabb iskolanapok, meg vannak rövidebbek, amikor már 11 órakor vége van a tanításnak, és olyankor nem tudok nagyobb kaját bevállalni, egy picit tovább tart. Úgyhogy rengeteg verziót beajánlottam nekik, mindjárt mondom nektek, csak közben oda kell lesnem a hűtőre. Elmaradt a sajtkrémleves, amit mondtam, én tegnap mondtam meg a palacsinta, elmaradt a rántott sertéskaraj rizssel, elmaradt a lángos és bolonyai, aztán a grillkolbász, és jövő hétre írtam, ugye tegnap vásároltunk a Lidlibe krumplis tésztának való, tudnék pizzát csinálni, nem fagyasztott a tojat, amit én készítek. Most az igazi búzalisztes egyébként, ha hiszitek, hanem mióta nem eszünk gluténmentesen, rengeteg pizzát rendeltünk pizzériából, viszont én itthon még gluténos pizzát nem sütöttem, csak ugye a gluténmentest, amit megtaláltok, ja, és ez egy újdonság most, nektek újdonság, ketté választottam a lejátszási listák között a recepteket és a menü terveket, szóval mindenki csemegézzen nyugodtan bátran, most már nem az van, hogy kupiba van ott fönt két mappában, hanem, vagyis egy mappában, hanem most már két mappában fogjátok elérni, tehát az egyik az csak a menüterv a hétre, a másik pedig, vagy hónapra, attól függ, mert van, amikor így, meg van, amikor úgy csinál, meg van, amikor két hát így csinálok, mindegy. És a másik az pedig a receptjeim, azok meg kifejezetten receptek, ott találtok gluténmentes recepteket leginkább, mivel az elmúlt 3 évünk a gluténmentes étkezésről szólt, de fognak feltöltődni olyan receptek is, amik gluténosak. Aztán túrós tésztát is tudnék készíteni, illetve csilis babot. Mancika ma megszavazta, hogy bolonyai legyen, apa azt mondta neki, tök mindegy, meg Dorinának is, úgyhogy akkor legyen bolonyai spagetti, én nyilván nem azt fogok enni, hanem mást, amúgy most nincs itthon cukkinim, hogy kiváltsam a tésztát, úgyhogy én most, belesüt a nap a szememben, nem eszek bolonyai szószt ma. És gyorsan beszélek, meg szerintem behajtom az ajtót is, mert copyrightot fogok kapni, ugyanis én általában ilyenkor egy kicsit hangosabban hallgatom a zenét. Na mindegy, nézzétek meg a jégvirágot, én pedig készítem a kávét, hogy mennyire csodálatos. Hát, mondjuk ti ebből szerintem mit sem láttok, úgyhogy inkább a fényképet fogom nektek ide tenni, amit kiposztoltam. Na, mentem kávézni.
most esett le, ahogy teszem el a szalvétákat, ugye a karácsonyiakat, hogy kezeljétek el, hogy a szaloncukor, na várjatok, amit a Zsófi barátnőm küldött, ezt a kókuszos megkóstoltuk, a másikat viszont fel sem bontottuk. Durva mi? És apa, amit kapott abba a nagy csomagba a főnökétől, egy darabot nem bontottunk fel, illetve sütés terén, hopsz, itt van, hoztam ugye a Lidliből, mondtam, hogy nem sütök nusztekét, két darab 200 g-os. Ennek tegnap a felét apának odaadtam, hogy vigyél a kamionba és egye meg, mert ugyanis 100 g-nyi fogyott el, ez megmaradt. Illetve még tovább, itt van a cimsterne, ez se fogyott el, ott vannak benne, most nem emelem ki, ez meg azt hiszem 150 g-os volt, vagy 125. Ilyen mértékben nem fogytak nasik. És tudjátok, hogy a mézes kalács sem fogyott el, úgyhogy jövőre szerintem csak csínyen a sütögetéssel. No, az asztalt már letakarítottam, még szárad, pont. Fel fogok porszívózni, ezt nem mutatom nektek, nem akarlak titeket untatni. És ennyi, igazából aztán megyek, csinálok egy bolonyait, és kész, és ennyi. Úgyhogy most egy picit így már jó, happy a kedvem, hogy lekerült a fa, és tényleg érzem azt, hogy új év van, nem a karácsonyfát nézzük, de hát a hagyomány az hagyomány. Én pedig megköszönöm, hogy ezt a vlogot megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek. A holnapot már szándékosan nem veszem bele, semmi extra nem fog történni. Péntek lesz, majd indítok egy következőt, szerintem ez már kellően hosszú lesz, hogy ne legyen benne a holnap, szóval köszönöm, hogy velünk kapcsolódtatok ki, és ránk szántátok az időtöket. Még egyszer nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk nektek. Hamarosan újabb tartalommal érkezem, addig is vigyázzatok magatokra, és maradjatok egészségesek. Sziasztok!